Hát őszintén szólva, hogyha egy kvízben feltették volna ezt a kérdést, hogy az úrit velem szemben mivel foglalkozott korábban, az életben nem találom ki, lehetett volna a fődíj bármi. Gyönyörű, ékszerek, gyönyörű, hát nem tudom, magának biztos tetszik, gyönyörű, ékszerek. Egy volt rendőr, ez, hogy mondjam, miért ilyen külsőt választ magának? Ilyen is volt a külső. Rendőrként is? Így, mindig. Akkor is a smukkok, az aranygyűrűk, meg minden? Hát végül is igen. És a kollégákat ez nem zavarta? A kollégákat az zavarta, hogy 50% fölött volt mindig a felderítési mutatóm. Az inkább zavarta, ez nem zavarta. Ez, hát ez, ezek ez drága cuccok, ha csak nem gagyi, de nem nézném ki magával, nem? És akkor miből futotta? Tengerész voltam, mielőtt rendőr lettem. Tengerész? Igen. Akkor csempészet egy kicsit, gondolom. Természetesen. Hát mi ment abban az időben? Cigaretta. Az most is megy. Szesz. Természetesen. Labanc Ferenc természetesen nem azért jött, hogy az ékszergyűjteményét beszéljük meg, hogy a matróz korában mi ment igazán jól, hanem azért, mert állítólag az ön terepjáróját, az Héliaszálló, ugye? Héliaszálló parkolójában állítólag Tasnádi utasítására gyújtották, robbantották fel, ezért most előzetesbe került. Itt két dolog az egyik, ami számomra érdekes. Az egyik, hogy állítólag önök üzlettársak voltak, állítólag ön kiszállt ebből, Tasnádi ezt árulásnak lette. Hogy jön össze egy volt rendőr? Egy olyan emberrel, aki többször lecsuktak, és bűnszervezet létrehozásával vádolták, Magyar Keresztlapának nevezték. Nem ciki ez? Tehát nem Tasnádi Péter és én jöttem össze, hanem szaktanácsadója lettem annak a cégnek, a Mester Detektív Kft-nek, aminek az ügyvezető igazgatója előttem egy Láposi Lőrinc nevezetű rendőrtábornok, aki az apósa egyik, volt. Igen, aki Európa egyik leghíresebb bűnügyi szakembere, és ezt mind a két oldal még a rendszerváltás is előtt is elismerte. Ez az egyik része. A másik része, ez, hogy a Tasnádi Péter keresztapa, vagy nem keresztapa. Ezt nem öntől kérdezem, én csak igen, céloztam igen, rá, hogy igen, a sajtó így könyvelt el. Igen, de hát aki kértenek ehhez a munkához, vagy egyáltalán egy kicsit is ismerik az éjszakai viszonylatokat, azok kiválóan tudják, hogy Tasnádi Péter nagyon messze volt a keresztapaságtól. Igen? Igen. Hát akkor mit hülyeskedett ezekkel az elmebeteg fotókkal? Igen, igen. Tehát nekem szóval ez egyszerűen van, nem volt egy normális, de ő négy körülötte igen, ott állnak a szálfelegen. Most, amikor kivonult legutóbb, nem a Csukjás Palék, ismerik az erről? Hogyne, hát nekem nem közeli, de mondhatom, baráti viszonyban voltunk. Hát ez is fura egy kicsit, egy volt rendőrtől. Átállt uraságot a túlsó oldalra? Nem. Tehát az operatív munka az másról szól. Az operatív munka arról szól, hogy ismerni, felderíteni, és az egész dolognak csak az előjele más, mint amiben ügyködni kell. Na most ez azt jelenti, hogy önképpen nem is szállt ki a rendőrségtől, hanem fedett ügynökként dolgozik tovább az alvilág ellen? Nem. Hát nem ezt mondta? Nem. Én azt mondtam, hogy én Tasnádi Pétert a munkám során is ismertem, aha, megismertem. Tasnádi Péter egyébként nagyon sokszor segítette is a rendőrség munkáját. Miért ne lehetne egy jó viszony ember-emberrel? Hát nem tudom, hogy ez nem gázos, de mindegy, ebben most nem menjünk vele. Most akkor erről a kocsi ügyről. Igen. Kapott ön egy levelet, amiben leárulózta ön Tasnádi? Hát igen. Ezek után miért mondja azt, hogy meglepte, hogy a Tasnádi az áruló kocsiját egy kicsit felgyújtogattatta? Nem volt várható ez. Miért? Mert a Péter más kalibernek tűnt. Ja, hogy inkább lelöveti. De más kalibernek tűnt. Ja, hogy ez Pittianer dolog? Hát egy kicsit. Nem? Hát ez olyan üzenet. Hát nem. Gyenge dolog ez ahhoz? Ez nagyon gyenge, igen. Aha, hát akkor ön azt hiszi, hogy nem is a Tasnádi volt? Teljesen mindegy, hogy én mit hiszek. Azt teljesen mindegy. Igen, a rendőrség ebben... De volt kollégái azt mondják, hogy igen, hát egyből bekaszlizták. Igen, tehát a munka az brilliáns. Egyébként amennyire megismertem a rendőri tevékenységet ebbe az ügybe, az brilliáns. Hozzáteszem, egy fiatal hadnagy csinálta, úgyhogy lehetett is. Mi volt ebben brilliáns? Hát az, igen? Állítólag megtalálták ugye az elkövetőket. Így van. Akik rögtön kiköhögték, hogy Tasnádi. De hát az elég nehéz volt azokat az elkövetőket azért bekeríteni. Mivel foglalkozik mostan?
könyvet írok. Könyvet? Ott van ön előtt. Jaj, én ezt nem tudtam. Az ajándék egybe. Jaj, de kedves. Hát úgy néz ki, mint egy ilyen magyar Ozzy Osbourne. Nem énekel esetleg? Nem, egyelőre még nem. De gondolkodja rajta. Komáromi Pisti az nagy karriert futna be, ha komolyan venne és művelni a hangját. Hegedültem 8 évig, úgyhogy. Hegedült? Igen. Hát egy polihisztor, egy reneszánsz ember. Skander versenyeken nem indul? Nem. Hát örülök, hogy láttuk, sokat nem tudtuk meg, de azt hiszem, egy színes egyéniséggel találkoztunk. Reméljük. Köszönöm. Pepel most éppen egy felgyújtása miatt került bajba. Tasnádi állítólag árulónak tartotta volt üzlettársát. A volt rendőr exkluzív interjújában azt állítja, sajnos a tények szerint köze volt Tasnádinak a gyújtogatáshoz. 5 hónapnyi szabadság után ismét a rácsok mögé került Tasnádi Péter. A rendőrség régió ismerősét most azzal gyanúsítja, hogy az ő utasítására gyújtottak fel egy terepjárót szeptember elején a 13. kerületben. A célpont egy volt rendőr, aki pár hónapja még Tasnádinak dolgozott. A pletykák szerint az előzetes letartóztatásba helyezett Tasnádi úgy vélte, tartozik neki az ex-zsaru. Más híresztelések szerint árulónak minősítette Tasnádi az alkalmi üzlettársát, és ez vezethetett a figyelmeztetésnek szánt látványos gyújtogatáshoz. Az ex-rendőr úgy véli, a tények sajnos magukért beszélnek. Tasnádi volt munkatársa 18 évig üldözte a veszélyes gengsztereket nap mint nap, hol drogellenes egység tagja volt, hol a maffia után nyomozott, és legutoljára akciócsoportot vezetett. A célkeresztbe került volt főnyomozó úgy véli, a gyújtogatás napján igen sok furcsaság történt. Egy nagyon érdekes nap volt. Hajnal 3 órakor becsöngettek a lakásomba. Kimentem, és azt konstatáltam, hogy a házat egy hajléktalan úriember illuminált állapotban fölverte és molesztálja. Több lakótárs meg kint volt, kicsöngette az embereket, arra hivatkozva, hogy ő most már úgy döntött, hogy aludni szeretne, és valakinél egy ágyat keres. Na most hát ezt az úriembert a lakótársakkal megfékeztük, kihívtuk a kerületi kapitányságot, elvitték az úriembert, visszamentem, tehát még egyszer mondom, hogy a hajnal 3-4 között, amikor ismét csöng a telefon, és a kerületi kapitányság jelzi, hogy az autóm az porrá égett. Én ezt követően lementem a kocsihoz, és láttam, hogy valóban ez porrá égett. Na most hát, ugye a szakma... Igen, itt a szakma azért rögtön kijön az emberből, és hát rögtön a tűzoltó parancsnokot megkérdeztem, tanúkat próbáltam kérdezgetni, megkérdeztem az őrt vagy a parkoló személyzetet, és hát azért voltak itt érdekes dolgok. Először is én már akkor rögtön ott kizártam a Molotov koktélos történetet, miért? Hiszen hát először is rengeteg helyszínen voltam, ahol valóban Molotov koktél volt. Tudtam azt, hogy a benzin az körülbelül milyen hőfokon ég, milyen jellegzetességeket mutat. Na most a tanú elmondása szerint az én autómnál hatalmas szúróláng jön föl, és amit láttam pedig anyagmaradványokat, az meggyőzött, hogy ez benzin hőfokon nem létezhet ilyen hőhatás. Tehát az előttem és körülöttem lévő autók szinte félbe megolvadtak, a beton feketére égett ki, és mindez 2-3-4-5 perc alatt, és első látásra látszott, hogy ez egy megfigyelt dolog, ez egy előkészített, majdhogy nem professzionális végrehajtású olyan történet, amit nem egy ilyen, mit tudom én, 50 ezer forintért felbérelt hülye gyerek hajt végre. Ez a történet, ez már súrolja az éppen mélyű dolog határát. Tehát ezt hogyha a Tasnádi Péter rendelte el, és miért ne higgyünk a rendőrségnek, mert tényleg, amit ismerek, ismerem a nyomozati anyagot. Tasnádit a nyomozók, mint meg annyiszor most is a budai villájából vitték el. A gyújtogatási ügyben Tasnádin kívül a vállalkozó egyik testőrét is előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Tasnádi állítólag tagadja, hogy közel lenne a tűzesethez, és panaszkodik ismert véleménye szerint túl kicsi a fogdájában lévő ágy. Az minden esetre tény. Tasnádi újabb ügyében a bizonyítékok közt nem csak terhelő vallomások vannak.
Az ügyészség három okra hivatkozással kérte elrendelni a letartóztatást. A bíróság ebből kettő okot alaposnak talált, a szökés elrejtőzés veszélyt nem találta meg alapozottnak. Fellebbezés? Fellebbezést jelentettünk be természetesen. Kiderültek-e, hogy milyen bizonyítékai vannak a nyomozóhatóságnak? Az ügyészség semmilyen konkrét bizonyítékot nem jelölt meg, tehát továbbra sem áll a védelem rendelkezésére semmilyen olyan adat, ami alátámasztaná, hogy mire alapozza az ügyészség Tasnádi Péterrel szemben a gyanúsítást. 2004. augusztus 31-éről szeptember 1-ére virradó éjszaka Budapest 13. kerületében felgyújtottak egy jeepet. Az eljárást akkor a budapesti rendőr főkapitányság indította megismeretlen tettes ellen közveszély okozásának követésének megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben azonban végig szorosan együttműködött a BRFK és a Nemzeti Nyomozóiroda, ennek eredményeként gyanúsítottként kihallgatták T. Pétert. Az ügyben a további eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda folytatja. A Tasnádi ügynek azonban több felvonása és előzménye volt. A vállalkozó egyik közeli bizalmasát, egy volt sportolót pár héttel ezelőtt egy erőszakos bűnügy miatt már letartóztatta a magyar FBI. Az is tény, hogy nyáron a Liszt Ferenc téren történt egy botrány, ahol is több izmos kinézetű fiatal ember akart védelmi pénzt szedni több étteremtől. Az akció közben pedig maga a vállalkozó is feltűnt. Ezt az esetet jelenleg a budapesti rendőrfőkapitányság vizsgálja. Ezután nem sokkal Békés megyében egy szépségkirálynő választáson került összetűzésbe Tasnádi a rendezvény főszervezőjével. Állítólag Tasnádi azt akarta, hogy jelenlegi barátnőjét hirdessék ki győztesként. A vita pedig elfajult. Nagyobb botrány azonban itt sem történt. Ezt az esetet is ismeri a rendőrség, bár hivatalos nyomozásról nem tudni. Az azonban elképzelhető, hogy ezen esetek miatt is meghallgatják majd Tasnádi Pétert a rendőrök. Legelőször 1993-ban került bajba a vállalkozó. A Pest megyei rendőrfőkapitányság ekkoriban csalás, zsarolás, rablás, garázdaság és lőfegyverrel való visszaélés miatt helyezte előzetes letartóztatásba. Attól kezdve, amikor én az adásvételi szerződést megkötöttem, attól kezdve én törvényes birtokosa voltam a tulajdonnak, és én csak rá 6 hónapra adtam el ezt az ingatlan, és ezért csalással vádolnak. Súlyos testi sértés, ilyenről nem is tudok. Nem vagyok zsaroló, nem vagyok csaló, és amit a rendőrség felsorolt, semmit nem ismertem el. Egyetlen egy dolgot ismertem el, hogy fegyvert találtak nálam, az sem az én tulajdonom. 1999. szeptemberében a vállalkozót a Pest megyei nyomozók a Ferihegyi repülőtéren tartóztatják le. Tasnádit itt már bűnszervezet irányításával, súlyos testi sértéssel és zsarolással is gyanúsítják. 2002-ben Tasnádi üzlettársát őrizetbe veszik a német nyomozók, és nagy összegű adócsalással, valamint pénzmosással gyanúsítják meg. 2002. májusában Tasnádit nem jogerősen, 4,5 év börtönbüntetésre ítéli a Pest megyei bíróság, és azonnal házi őrizetbe kerül. Tasnádi Péter elsőrendű vádlott, bűnös, 2 rendbeli önbíráskodás büntettében, amelyből 1 rendbeli felbújtóként, 1 rendbeli folytatólagosan és társtettesként elkövetett. 1 rendbeli felbújtóként aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés büntettében és 1 rendbeli adócsalás vétségében. Ezért a bíróság halmazati büntetésül 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra, és 1 millió 500 ezer forint vagyonelkobzásra ítélik. Az ítélettel nem értettem egyet, én túlsúlyosnak találtam. Az, hogy házi őrizetet rendeltek, az nyilván sokkal jobb, mint egy előzetes fogvatartás egy börtönbe, de hát ez is egy iszonyatos szabadságkorlátozó intézkedés, de hát most már jobb állapot, mint volt idáig. Tasnádi szabadsága azonban csak 4 hónapig tartott. A vállalkozó a bíróság döntése szerint többször megsértette a házi őrizet szabályait, így újból elrendelték a letartóztatását. Számítottam, és össze is voltam csomagolva, hogy az urak tudják tanúsítani, hogy percet sem kellett várni, fegyelmezetten bevonultam, és vállalom a sorsomat. A vállalkozót a legfelsőbb bíróság jogerősen is elítéli, büntetését helyben hagyták, így elkezdi 4,5 éves börtönbüntetését letölteni. 2003. februárjában Tasnádi ex-anyósát megtámadja egy máig ismeretlen férfi és leönti sósavval. 2003. júniusában pedig újabb bűnügyben emelnek vádat Tasnádi ellen. Állítólag a vállalkozó több 100 millió forintnyi adót csalt a fényűző villájával kapcsolatosan. A tárgyalás folyamatban van, de ítélet még nem született ebben az ügyben. 2004. május 1-én Tasnádi kedvezménnyel szabadulhatott a börtönből, a vállalkozót csuklyás testőrök várták. Hiába fellebbezett az ügyészsége miatt, Tasnádi innentől kezdve újból élvezhette a szabadságot, igaz, csak rövid ideig, alig 5 hónapig. Már is mondom,